Sziasztok, szép estét kívánok nektek! Tovább folytatjuk a World of Warships-es kalandozásunkat. Elég sokáig jutottunk ugye a német csatahajóknak a fejlesztésében. Ha jól emlékszem, akkor már nagyjából így a fele megvan ugye a hetes szintnek, úgyhogy már nem olyan nagyon-nagyon sok hiányzik belőle, de azért még van hátra egy pici. Jó, úgyhogy bele is csapunk gyorsan a hullámok közé, és ma a pizsamás deck lesz velünk, mert hát ugye most nem érnek rá, elfoglaltságunk, ez van. Jó, úgyhogy hello! A Discord is úgy akarja. A Discord is úgy akarja. Ő is bejelentkezik. Halljó, puttanábbent. Hellóka. Most látom, hogy van még kinyitni való konténerem. De jó, én már kinyitottam az én konténereimet, kaptam 5 darab ilyen XP pluszolós cuccot. Az tök jó. És sok szenet kaptunk. Ilyen. Az tök jó. No, na nézzük is. Még itt az armoriban felszabadítom itt a rejlő mindenféle kincseket. Potenciálokat, 500, potenciálokat. 50 ezer dublon, nem dublon, mi ez? Ez mindenki hívják. Azért az nem mindegy. Kredit. Igen, azért 50 ezer dublon az... Ez is fincsos. Jól jönne. Nézegettem egyébként a Megadesz hajót, ami, ha jól hallottam, vagy jól olvastam, ezért nem egy olyan nagyon ász hajó, az képest, hogy mennyibe kerül, és az, hogy még beletenni Dave Mustaine-t ugye kapitánynak, meg ugye a halálfés csávót, ez mondjuk vicces, de hát... Várj, ez az hol van? Paralel? Ha? Én ezt már meg nem mondom neked. Szerintem az event már lehet, hogy nincsen, mert most itt valami egészen... Szerintem is lement. Pass of Progress... Na nézzük. Customization, jó, itt nincs. A kapitányok között. Hát, ha még el lehet csípni Dave-et, de nem. Ennyi. Erről lecsúsztunk. Kőkeményen lecsúsztunk. Sucks. Yeah. Van egy 2400%-os free XP-s cuccom. 2400? 2400 free XP. Az nekem is van 5. De jó! Nekem 6. Jó. Átcseszünk egyet. Egyet átcseszünk. Áj, nem. Én azt tartom, hogy így az alapból van sok, azt mindegyikre ráteszem, azt jó lesz. De csak közben mutatom, hogy hát én hülyeséget mondtam. Melyik a bejelentkezéskor. Nem a felénél vagyunk. Hallod, 80 ezer XP kell a heteshez, és nekünk van 22 ezer. Jó, akkor elnézést. Jó, hát én nekem van 17 ezer, jó, és nekem még ki is kell. Ó, bocsánat, én nekem upgrade-elnem kell, research-ögök gyorsan. A Bayernnél egy kicsivel jobban állunk, mert ott 32 ezer van, úgyhogy ma McKenzen lesz a fő. Hajó. Hát én maradok az Aubánál, amelyen kapaszkodj, 3647 darab XP-n van. Az már valami. Az nagyon sok. Most tegyük hozzá, hogy most upgrade-eltem egyébként. Igen. Most upgrade-eltem egyébként. Tehát, hogy... Ja, a jó, akkor az nem rossz úgy. Azért. Igen, ez nem olyan nagyon vicces, viszont teljesen ki van húzva a hajó. Már csak azt a 72 ezer XP-t kell valahogy kibekkelni. Hát, ez hamar megvan. Szerintem az nagyon hamar megvan. Az a nem kell. Ma este letoljuk. Egy gyűjtőbe. Ahogy kell. Na, én nem vagyok redízve részemről, úgyhogy ússzunk. Igen. Közben én is redízem magam, és akkor tolhatjuk. Na nézzük, a random battle. Coop battle-eket. Ja, nem random? Nem menni. Hát random ez. Una pregunta. Azt akartam kérdezni, hogy most ugye... Ó, hetesen. Nem, na most csatahajózol. Jó. Hát én most csatahajózok. Nem baj, csak kérdeztem, hogy én hogyan viszonyuljak akkor. Nézd, én azt mondom, hogy én végig tolom az összes hajón a napi 50%-ot, hogy meglegyen a gyorsabb fejlődés, aztán utána nyilván a McKenzie-en van a lényeg. És én jobbra kanyarodok. Egyébként jobbra? Jó, arra megyünk. Menjünk arra. Te mekkora sebességgel csapatod?
Hát jelenleg 5 csomóval, most már 6. Mennyi a fullod? Hát azt hiszem, mert 28, ha? Uh-huh. Ami jó. Egyébként, ugye azt kell tudni erről a hajóról, hogy ez egy ilyen csatacirkáló igazából. Azaz, Cséhától ez nem rossz. Hát én most 3/4-en vagyok, és ilyen 25. Na és? 6. És már... És az enyém az egy heavy cruiser elvileg. Egy very cruiser? Ja. Milyen köd van? Tudod, hogy melyik very? Oh. Úgyhogy... Nézzük. Most már 15-ös lőtávon van, ez annyira jó. Mármint, hogy nem jó, de szóval legalább a 13-hoz képest már annyira jó. Viszont 2 tenger alatt járó is van, úgyhogy majd óvatosan. Én azt mondom, hogy egy kicsit kanyarodj még jobbra, mert itt mi szerintem mi csak támogatni fogjuk a mögöttünk hát, jövő. König van itt, hát jó. Königsberg Borealis, Gneisenau, úristen mennyi csatahajó. Aha, 5 csatahajó, már... bakker. Jó, az nem olyan vészes. Az a vészes, hogy ezek 7-esek leginkább. Ezzel mondom, hogy 5. Ez gombócból is sok. Hát az az. Én itt el vagyok-e mögött a kis sziget mellett, mögött. Igen, pont ezt akartam javasolni. Hogy maradjak is ott, mi? Mert nem tudom, figyeled, de mondjuk ott van az a... Ott egy penszakól, az legalább nagyjából úgy pariba vagyok vele. Az üthető, persze. Igen. Véletlenül előttem magam. Bocs. Ez korra jár. Oké, okay, itt van egy, itt a Gneisenau. Igen. Az, arra nekem nem kéne rámenni, ugye? Hát... Felesleges. Nekem is ilyen érzésem van, még meg is tudom gyújtani picikét, de hát... Tényleg nem menjek rá segíteni a többieknek? De kezd el lőni. Na, vajon mennyire hikomat ez a lövés? De mennyire? Az nagyon szép. Ups, na. Jó, hát egy picit beletettünk, nem sokat. Hát jó, én is beletettem 5000-et, vagy nem sokat. És broadside. Ó, és kikanyarodik? Viszont ott van az a Renault. Igen. Azt egész nyugodtan lehet ütni. És hallod az összes pattant. Jó. Mert az nem egy erős valami. Viszont neked vannak torpedóid. Ja, de az meg... Semmit nem szóltam. Az a Pensacola ott ki akart bújni a sziget mögül. Hát, ez a baj. De jó, hogy elindultam innen, mert... Na, hogy? Hát itt kérek szépen út, itt egy tengerajtáró bakker. Jó, én kiküldök pár torpedó, nem tudom mit csinálni most hirtelen. Hát, jó. Szerintem én is lassan fordulok, mert itt... Hol a tengerajtáró? Jó, hát akkor én tisztelettel én innen eltávoztam. Meg vagyok pingelve, baszk. Nem is láttam, hogy honnan. Ó. Én részemre megküldtem azt a tengeralattjárót egyébként. Helyes. Viszont a Genea az a fő célpont. Oké, én nekem most az, hogy a torpedókat kibulizzam, mert... És ezek kanyarogó torpedók, hallod? Igen. És hogyha javítod magad, akkor le tudod magadról szedni azért. A... Az jó is így, de most fogok éppen a torpedóktól elkönyörül beragadni az oldalsó részhez. Ez addig jó.
Téged céloznak nagyon. Vigyázz. Tudom, most látom. A porgok is táncolok, mint az állat, de... Ez most merre megy? Egy kicsit hátrafelé, így. Jó. Hát, elkapjuk. Valamennyire. Hát... Én gyújtom. Ja, az jó, mert én meg úgy pattanok róla, hogy egy pingponglabdával lőném. Azt az állat. Na, hát itt is ott egy non-pen, de hát ezt túléljük. Jó, az nem olyan rossz. Át vagy csak AP-re ellen szerinted? Ne, semmiféleképpen se. Most akkor egy, hát most ez így szépen meggyújtom, aztán... Ups, bakker, te belédje, meghallod! Nem jó. Azok, hogy gyorsabb vagyok, mint te. Azok, hogy gyorsabb vagyok, mint te. Be fog kanyarodni eléd. Nem baj. És be is küldök oda egy pár torpit, ha van. Hát messze van az, nem? Sőre nincs. Nem nincsen. De igaz, ó, 12, oké, az nem az én lőtávom. Azért mondom. Jó. Jó, oké. Ha be kell tolnom ezt a 2400-at, hallod? Na, 5000 sikerült beletenni. Azaz. Ugye meg lesz valakinek. Ajj. Előre indult el. Kis butus. Almost. Á, és valakinek meg lesz. Jó. De ott egy Rinaun, ott a Rinaun, azt viszont le kéne kapni. Jó, akkor én elindulok B felé. Á. Forduljunk át B felé. Béna vagyok, bakker, béna vagyok. Nézd meg azért a térképet. Oké, nézem. Istenem. Na jó, nem igaz, annyira nem volt ez béna. Ott egy Galícia. Azt rá tudsz menni Galíciára? Nem, még egyelőre a Rinyót szedjük ki. Okay. Ez nagyon szemben van. És fordulok épp át. Akkor én lassítok, nem akarok annyira rámenni a Galíciára. A Rinyóra menj rá, hogyha tudsz. Azon vagyok, gyújtom. Oké. Okay. Az most már annyi volt. Ja, jó, szupi. Ja, Galícia, látom. Szuper. Szóval baj. Megyek rá a Galíciára. Oké, én pedig rákutok akkor kis torpit hátha. Há? Pont amikor lövök, kikanyarodik. Ezt úgy utálom. Aha. Nem is rossz. Na, jó van. Gyújtjuk. Húsi. Várj egy kicsit. Hát olyan nem volt ez rossz annyira, de... De jó se. Ez béna volt. Oké, már ford is a torpedóival. Shit. Ezt nagyon elbénáztam. Van torpedója? Ugye megnézzük. Galíciának szerintem kéne lennie, nem? Jó? Gondolom. Túlfordulok itt. Mondom, én van neki. Ez... Elkaptam, csak bekapok egy... Nem kapok be torpedót, beszarás. Így jól van. Na, okay. Akkor B felé egy baromi gyorsan. Jó, ja, nem kell olyan nagyon gyorsan, mert nagyon jól állunk. A
Oké, és én most elfordultam egy olyan helyre, ahol nem kellett volna elfordulnom, tehát hogy... Nem baj, ott még el tudsz menni simán. Még nem olyan égető a helyzet. Tudom, látom. Na. Ne nézzük. Ó, és a tengerhajó is megvolt. Akkor már igazából a C-ban egy csatahajó, aztán köszönjük szépen. Nem, a mi tenger alatt járunkat lőtték ki. Ó, fuck. Igen. Igen, tényleg. Hát jó, de pedig annyira örültem már neki. Nem iszik előre a medve nővére, ugye? Ne nézzük. Lássuk. Egyébként én piciget megszedtem azt a tengeraltjárót, az övéket. Lehet, hogy ezt meg kiszedtek, nem tudom. De én egy tengeraltjáróval hadakoztam, azt tudom. Az volt ez, aki elkezdett megtorpedózni, nagyon durván. Csak aztán sikerült kicsikét kimenni a mindenéből is. Hát... Nem is láttam még azt a tengeraltjárót. Hát, pedig néztem, hát, aki téged megpingelt, azt kutattam, de nem láttam sem erre. Én azt tudod, hogy honnan láttam? A csávó range-ből lőtte ki rám a torpedóit, detection range-ből, és láttam, hogy honnan lövi ki. Úgyhogy oda küldtem egyből egy ízért egy kis torpi bombázót, hogy puszi. Azért ennek köszönjünk el, gyerekek, hát opa. Hol van? Ott vannak torpedók, a B-ben haladnak torpedók. Na, ott van el. És a környékünket elkapják. Ott pingel. Ott én rámegyek a Bayernre. Gyújjak én is, mert tudom lőni. Hát lőd, persze, gyújtsad. Gyújtom, persze, hogy na. Közben pedig szerintem csináljuk azt, hogy én inkább kiküldök ide egy adag torpedót arra fel, aztán hát ha. Most így vakonna térképen lőttünk. Kaptam egy 5000-est. Kitől? A Bayerntől. Ja, te sziget mögé menj és úgy lőd. Oké, azon vagyok igazság szerint, hogy kiküldtem egy pár olyan őrzővédő torpedót, hát ha itt van a tenger altjáró valahol, mert onnan lőtte a torpikat, ugyanis rova küldtem. Ben van a sziget mögött. Igen, látom a pozícióját. Meg egy jövet be fogok játszani, a sziget elé kiküldök pár torpedót, mit gondolsz? Na most vett észre. Ki? Mit? Engem a Bayern. That sucks. Annyira nem. Most. Ha? Ott van. És ő nem tudom, mit csinál ott. Nem kempelni akar, csak ezek csatahajóval, az egy vicces dolog. Nem, az egy csodálatos dolog. Ráadásul jó sz... ne! Ez mi volt? Ne, hát ja, ezek torpedók voltak. Jézusen, atyavilág, de és a rúg az egy csatahajó, az vágod? Ott a tengeri terülség. Ja, oké. Rúg. Oké. Pont kiküldtem a, hogy hívják ellenesemet, a tengeri terülség ellenesemet. Hát ez nem lett egy erős meccs eddig, de nem baj. Hát ülsz. Hogy? Csak mondom, ülsz, csak nekem konkrétan 48000 damage-en van. Az előző három játék során összesen nem sebeztem szerintem ennyit. Figyelj, 53 target hit, egy destroy, 6-szor gyűjtöttem, floodingoltam, volt 3 citadel a találatom, ami azért ez kemény. Az szép. És az egyik tengeraltjáró cuccom is bement, úgyhogy az jó volt. Na hát ez egy nagyon jó kör volt akkor. Ez egy nagyon erős kör volt nekem. Be kell tanulni ezt a 2400-szoros izéjét. 3xp cuccot. Hát ez van. Szeres labia. Na, akkor én Bayern ezek. Bayern ezzel?
Hát megnézem akkor nekem, mi az, ami még húzható, és van értelme ülni. Jó. Ja, csak nekem hatos tírben nincs már semmi. Ó. Oh. Kínos, megnézem a tech trimet, hogyha egy fél percet. Persze, ráírunk. Számi, hát az, hogy van egy agonóm, az agonóm van 26.000 XP, abban még egy tízes kéne tolnom. Uh-huh. Jöjjek veled? Agonóval? Az agonó az tír mi? Öt, az ötös. Figyelj, akkor legyen az, hogy akkor jövök az olasszal. Uh-huh. Olaszozunk? Jó. Hát figyelj, kipróbáljuk. Jó. Várjál, ránézek itt a tech tree-re, hogy mi a helyzet. Minden ki van-e? Jó, minden megvan. Monte Cucco, ott is. Jó, legyen ez. Jó. Vagy jöjjek négyes hordozóval. Hát figyelj, hogyha extrémkedni akarsz, akkor... Nem vagyok jó benne. Kábor, menjen a francia, menjen. Jó, én se, de hát azt... Ettől függően én is szeretnék menni még vele. Csak azért is, hogy a... hogy meglegyen a hatos szintű hordozó. Azt mondjuk, jó, itt azért van egy pár hatos szintünk. A Distrokból is van egy pár. Oh, that's fine. Szép, ez jó lesz. Akkor tényleg mi ketten vagyunk ötös szinten, ezt vágod? Hát a... Igen, mi ketten vagyunk ötös szinten, ezt vágod? Fájdalmas lesz, nem baj. Jaj, Istenem. Hát akkor a súnyogási szakértelmet azt elővesszük, de nagyon durván. Az biztos. És itt ez viszont rohadtul nehéz ám. Hát hiszem, ez nem az a pálya, ahol lehet súnyogni, hallod? Ez nem az a pálya. Ez nem. És te vagy az egyik cséhá, oké, hordozónk az nem itt van, a miénk legalábbis. Itt mi nem vagyunk sokan, hallod? Hát nem. Viszont lehet, hogy itt szembe viszont sokan lesznek. Na ez az. Ott már ott egy fusó. Fusóka. Jó, hát én nem fogok sietni. És itt van a fönt a hordozójuk szerintem. Ja nem, bocsánat. Furious. De, elnézést. Van fönt. Ott van fönt. Itt van velünk szembe. Hát nagyon nyugodt vagyok, hallod. Igen? Nagyon. Na hát engem speciál spottoltak úgyis, úgyhogy... Engem is a repülő. Ja, hát hülyek, ezen nincs izé. Oh, incoming! Ne! És itt egy disztró. Gyújtsam a disztrót? Hát persze. Azt, amit élhet? Ad egy faragút. Be is bújta, hogy hívják? Meg egy sziget, meg egy... Ó, éjjel. Kedehozta a faragút, Bayern, ó, atyaisten, gyermekeim. Figyelj, tudom, hogy én kvonk is beküldök oda üzébe a susnyába egy pár torpedót. Jönnek egyébként a többiek szembe. Többnek hittem volna. Többiek küldtek be, úgyhogy ez nem gáz. Most én itt nekem 14 kilométeres üzém van, torpedó range-em. Azt mondjuk, az nem csúnya. Nem torpedó, bocsánat, sima main gun range-em. Viszont sikerült egy rajnyi torpedóhoz így be állnom, úgyhogy, ja jó, lőtávon is vannak, hát lőtávon kívül is vannak, az jó. Viszont itt vannak a torpedóbombázóik. Critical engine damage, nagyon jó, kaptam idag a repülőt, nekem, kaptam idag repülőt. Oké. Okay. Hé, majd én vagyok. Hát én itt egyet lőni nem fogok tudni, hallod? Itt szerintem én is megyek hátrafelé.
ne segítsek abba a Duca d'Austrába, ne segítsek egy picit? Hát segíthetsz. Közelebb kell hozzám mennem egyébként, de... Nem baj. Legalább valami. Nem, ő is megy el. És nekem 14-es lőtávon van, az úgy semmire sem elég, és még az is rövid. Jövök segíteni légvédelemben. Az jó. Ez sajnos ez be fog jönni. Shit. Jó. Hát egyre én még lőtába sem tudok menni, hallod? Ott a Bayern. Hát... Talán. Kitáncoltunk egy-két torpit, legalább ez jó. Jaj, látom itt, hogy előttem. Igen, és közben már valaki nagyon lő is rám. Ott van a hordozójuk. Nem tudsz mondani a hordozójuk? A 17-3-ra van tőlem, tehát tőle 16-ra max. De látom. Figyelj, rámegyek akkor Tutira. Én is megyek, jó? Mert most mi a szart tudunk csinálni, de komolyan. Gyújtsuk fel a francba, aztán kész. Te HP-zed, én meggyújtom. Csak érjek oda. Hát, ja. 15. Oké. Okay. Há. Mi van? Messze van, viszont visszajönnek hamar rajzék. Vigyázz, a fúszó az rátlő. Ezt kikanyarodja sajnos, az a baj. Nem jó. Menjünk a cruiserre inkább. Ah, persze. Én lőtában jó vagyok egyébként, Jézusom. Na, az jó. Hát hallott. Ja, hát próbálkozom, de a Duca d'Austrára gondolsz, hogy arra menjünk? Hát azt próbálom kiszedni, de nem tudom, mivel a papírhajóval itt sok esélyem nincs. Viszont itt csúnya dolgok lesznek hamarosan. Úgyhogy kész is, légy szíves, hajzít a torpedóidat. Ó, itt van szembe egy Bayern. Egy torpedót elkaptam. Megkaptam a fuszót. Az jó. Hát ennyi voltam, köszönöm szépen. Megpróbálok a fuszóra egy szalvót elküldeni, vagy valami, nem tudom. Ez a baj, hogy igen. Ennyi voltam, köszöntöm. Még élek, de... Látom. Konkrétan a fuszóba nem tudtam belesebezni. Tehát lőttem rá a gyújtót, mint az áll, nem tudtam belesebezni. A repülőből 16 ezret belőttem, de ez nem rossz, de mi van? Volt 5 darab találtam, és abból is semmi. Ez mi volt? Ez a blur, ez mintha én ízeltem volna, én visszhangoztam volna. Tű. Ujj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 
Hát igen. Ezzel nem tudok itt mit csinálni, az a baj. Hát ezt látom, hallod. Az egy Bayern, és így hát ez nem ugyanaz a... Na azért figyelj. Jó, az gyönyörű volt. Secondary versus... Ez fényévekkel jobb a secondary-e. Hát ezt látom. És egyedül vagyok ezen az oldalon, szerinted? Uh-huh. És folyamatosan javítja magát. Igen.
Oké, ez szép volt. Reméljük, hogy ő... Ez szép. Ezt jól elhibázta. Ó, ezt nem. Aztakú, még ha egy jót bele tudsz küldeni, akkor ez gyönyörű volt. Hát ez... Ez gyönyörű volt. Gyönyörű volt, de... Is. Nem baj, te javulsz? Gyönyörű volt. Igen, csak ő meg tud gyújtani. Hát figyelj, most én arról beszélek, hogy ezt a egy-ezegbe egy Bayernt azért sikerült lenyomnod. Hát az... Ja, jó. Itt lesz majd igencsak nagy problémám. Hát jó, figyelj, oké, igen, de hát most tudod, most egyre ennek örülünk, ami van. Uh-huh. Úgy, ez ugye a Duca de Osta, az kimaradt izéből, Detection Range-ből. Vigyázz, torpedó. Igen, észrevettem. Ó, oh, man, jaj, Istenem. Jó, nem lesz az rossz. De. Nagyon az rossz. Nagyon rossz lesz. Nagyon rossz. És mind a kettőt. De túlélted, hallod? Hát de túlélted. Sok mindenre nem megyek vele. Hát jó van, figyelj, ez pont 573-a több, mint amennyi ide. Oh boy. Na? Jó, most én annyi vagyok. Remélem ő is. Ez annyi. Nem vagyok benne biztos. Hát... Kanónön fut. Jó, ezt ki fogja szedni. Jó, biztos. Itt fönt, itt jók vagyunk. Igazából itt lent ezt az Andrea Doriát, ezt meggengbengelik. Meg, persze. Ték, bocsánat, már meg is volt. Hát a New Mexico-nak el kéne mennie ezéhez, az A felé. Hát igen, bárkinek el kéne menni oda az A-hoz, mert egyelőre. Na figyelj, potenciális sebzés 1.300.000. Nekem csak 601.800. És mondjuk 50.000 damage. Az jó. Hát... Ja, te ki is léptél? Nem, bent vagyok még. Ezért. Nem kellett volna? Nem, én is vagyok. Nézem, hogy miénket hogy szivatják. Egyébként egy dolgot ott short time módon benéztem az elején, semmi nem változtatott, hozzáteszem, hogy volt egy darab roham, repülőroham, amit hátulról megkaptam, bombázó, uh-huh. Vagy rakétás, bocsánat. Na, azt nagyon csúnyán benéztem. Hú, a mieink mennek szedni az ellenfélnek a hordozóját. Na nézzük ezt az örökrangadót. Na, én is kijövök Freakembe. Ja nem. Freakembe. Igen. Nagyon egy torpedós. Néz ki, mint a mieink nem állnának rosszul, de... De igazából... Nem állnak rosszul. Pontban, igen, pontban jók vagyunk. Most nekik van még az a megtépázott izéjű cirkálők, amit ugye részben te is megtépáztál. Ott van a hordozójuk, aki most én nem tudom miért jött ide egyébként, ide még az égősziget mögé, de ez oda jött. Mert ő ki fog fordulni itt erre felé. De minek? Mert torpedózik, vagy mi? Igen. És akkor beküld egy torpedót a B-be? Nem, ő mindig azért sziget túloldalán fog maradni. És szépen lassan kézéli. Láttad a New Mexico-t, azt most egy kicsit? Az gyönyörű szép hárítás volt. Jó. Mi történt? Hát elsuhantak mellette a torpedók. Uh-huh. Én most azt nézem, mi történik éppen a Furious-szal, ezzel a hordozóval itt a sziget túloldalán. Nagyon jó légvédelme az a helyzet. Egy, igen. Hoppá. Jesus. És egyébként a mi hordozónk, mégis mi a töcsöt csinál éppen? Nem tudom. Most küld ki egyébként párat. De miért fájt? Na, mindegy. Az is kell, hogy védje a New Mexicót, nem erről van szó, csak ugye, hogyha innen a szigetek közül berepülnének izével torpedótrokkal a hordozóra, az egy picikét úgy jobb lenne. Na, ott van azért. Ott van a cruiser. Na nézzük, mit kezdenek a cruiserrel.
ha már volt ilyen bölcs, hogy idejött. Ez nem volt bölcs dolog? Ez nem volt bölcs dolog, de a tenger alatt járunk sem volt az sajnos. Szép. Ez gyönyörű volt. Most hiszem, hogy a tenger alatt járunk, rá tud menni a hordozóra. Viszont segíts ki, mert nem ismerem egyáltalán tengerjárókat. Hogy van ilyenkor, ha ő följön a víz fölé, akkor fel tud töltődni az akkumulátora? Persze. Persze, hogy ne. Ja, akkor most ezért jön föl éppen a víz fölé, és feltöltődjön. És jól csinálja a New Mexico, mert a másik irányba megy. Az egyik oldalról megy a tengeralattjáró, a másikról meg ő. A tengeralattjáró viszont kapott most. Nagyon lassan töltődik az aksi, nagyon durva. Hát persze. Viszont ezek gyors gépek azért, nem? A tengeralattjárók. Hát persze, hát most szerintem ő megy, vagy 25-28-al. Rosszul fogalmazta, nem gyors, mozgékony, nem? Hát mozgékony, hát... Ő most foglalni megy. Igen, csak ott van a rep... az a mi repcsink, jó. De mit csinál, ami hordozunk? Fogalmam nincs. Én nem tudom, hol keresi, aztán nem nézi a térképet. Jó, nem nézi. Közben a hordozó az elindult ugye ott a sziget túfele felé. Akkor visszamegyek a New Mexicóra. Ez tépázta rendesen. És a New Mexico, hát elvileg már tulajdonképpen range-ben látja is, csak nagyon jól elbújdokolt. Hát figyelj, 12-12-12-re van ez a kettő. Szép. Ez a baj, érted? Az a hülye hordozó, az... Katasztrofálisan rossz a hordozónk. De nagyon. Igen. Szerintem ő pontra játszik, vagy én nem tudom, tehát én racionális, nem tudom kell elmondani, miért játszik a hordozónk, de hát nem baj. Passz. Nem baj, ezt pontból lehozzuk. Ilyen hát jó, csak jó lenne killből is. Igen. Tehát a... Ezek most itt izé. Ez sajnos ez bekapja, ezt is. És ezt jól célozta. Ez szép. Gyönyörű. Na, és meg tudja lőni? Hogy a hordozójuk? De nem lehet látni, az eddigi damage-üket, bakker. Szép. Jó. Hát lehoztuk pontból. De megnyertük volna egyébként, mondjuk nem a hordozó múlt, az tuti fix. Nem. Tehát az, ezt azért beszéljük meg. Ez a... Nem. Hogy nem, tehát hogy a hordozót jellemez, akkor strakban ő a sötét paraszt volt. Jaj. Na, most kőkemény, 1705 XP-t sikerült beizelnem. Kapaszkodj, nulla damage. Úgyhogy kb. 4 szabót lőttem rá egyébként a izére. Ez gyönyörű. A csatnevőre viszont 8 repülőgépet leszettem. Úgyhogy... Akkor menjünk egy 6-ost. Moment, átállok akkor az AOBA-ba megint. Viszont egy fél pillanatnyira... Szkúzi, egy darab konténet hagyni csak. Nyissa, persze, hát nem viccelj. Én economic rewardra megyek, a többi az nem érdekel. Miért economic rewardra egyébként? Ha szabad megkérdezni. Mert nincs. És egyébként nem kaptam semmi értelmeset. Aha. 3 darab kredit plusz 20%, oh boy. Én azért szoktam a coal-t, aztán hát kérni, mert ugye abból lehet hajót szedni. Meg is nézem gyorsan, hogy mennyi van. Nem hiszem, hogy nagyon... Nekem most. Túl sok lenne. Igen, hát 110 000, és. Hát még sok van. A most a Bayern egyébként ez neked most csillagos, még vagy húzod? Még csillagos. Jó, akkor nyomjuk. Csak aztán hadd menjünk vissza, mert 5-ös tírbel egy cím, összesen, mit tudom én, valami mennyi 8000 XP-t kéne igazából össze lapátolnom ennek a szerencsétlen aganónak. Ja, akkor jó, akkor és menjünk kukollival. Oké, menjen. Jó, akkor viszont én vissza még az aganóba, hát ha sikerül 5-ös tírbe maradni. Oké. Okay. De megnézem milyen. Hát még a viribusz van még, ami 5-ös nekem. Hát nekem is, de ezt nem kell húzni. Csiribusz. Hát ja, csak az ugye hozza a free XP-t. Igen. A bazajú. Meg a pénzt. Mehetnénk egyébként majd viribusszal is. Pedig nem úgy élveztem. Mehetünk.
Lehetünk, simán. Monte Cuccoli. Monte Cuccoli. Ez mi már megint kedves Wargaming. Menj be! Az idegeimet húzom, nem ezt a szerencsétlen aganót. Hát... Hát... És ben vagyunk középen. Hát a legjobb helyemben. Jó, akkor most szerintem is stop. És akkor... Nézzük a túloldalt. Van kérlek szépen még egy aganó, és egy Mikoyan. Te nem lehetett egyébként, hogy megnézzem az ellenfél hajóinak a statjait? Hogy érted, hogy az ellenfél hajóinak a statjait? Rámegyek mondjuk a Mikoyanra, és látom, hogy mennyi a HP-ja, meg ilyen dolgok. Van rá plugin, vagy ilyen mód. Igen, hát az mod kell. Na, score as a points before the enemy team by capturing key areas and destroying the ships. Ja jó, a team mission, oké. Okay. Én elmentem jobbra, A felé. Én állok egy helybe a seggemen. Na, jövök én is veled akkor. Hogy tudsz a seggeden állni? Én a seggemen állok. Ott is. Te ott is tudsz állni? Én ott is tudok állni. Én azért megyek egyébként az A felé. Mi munka van ebbe? Mert nekem van torpedóm. Nekem is. És hátha. Ja, csak mondjuk nekem van. Van 10 kilométerem rá. Ez tök jó. Na én akkor most megnézem gyorsan a minimapomat, hogy mit mutatok. Azt mondja, hogy a torpedóm... És 35. 12-es range-em van a torpedóknak. Na, szép. Kérdés, hogy mit találsz el ekkora izéről? Range-be pontokán, de hogyha a sziketek közé beküldöm, akkor ott akár még talán esetleg bármit is. Húrahossz? Így gondolod? Nem. Ez eddig se jött be. Hát igen. Volt már egyszer is olyan, hogy bejött egy ilyen... Volt egyébként, hogy elküldött torpedóm valami barom belement. De az nekem még nem, igazából nem a bejött kategória, hanem az a valami barom belement. És yeah. Olyan itt volt egyszer, hogy nem az, hogy belement, hanem hogy miután vége lett a csatának, ment bele. Ott azért egy izét, disztrósz, tessék szedni. Hát jó, és itt van egy tenger alattjáró is. Hun, merre? Itt pingelt. Téged? Nem. Azért. Motherfucker. Mármint, hogy elnézést kérek a hölgynézőinktől. Meg az anyukájától is. Igen, főképp az anyjuktól. Én beküldöm az A-ba azt a torpedót, hallod? Én beküldöm a 12. Úgy megyek, hogy teljesen végigérem az A-n. Ott van. Ne, és kimegy a spotból. Utálom ezt. Ott van, jó. Hát, ha valamit elkap. Jó van, egy lövedék elkapta. És pont bele fog menni a hegybe? Na, faragud. Talán nem. Egyet! Szép volt, megkaptam a kilcsot, szuper. Nice job. Jó van. Napi küldi, megvan. Én pedig a nagatónak. És szépen lelassítunk, nem táncolunk bele a nagatóba, mert nem. Van Strasbourg. Az már majdnem olyan rossz, mint az. Oké. Okay. Don't fire it airlight, hát anyátok, ő ne menjen bele a torpedomba. Nem lőttem, mire ő men bele. Ups, lehet, hogy bátor volt ezt Strasbourgot így megküldeni ilyen távolságból. Hát a francia tudja. Viszont ott van egy jó... Hát. Mi? Ott az ő? Ott a tenger és range-en kívül... Bak.
Én tettem bele egy keveset. Én kínom oda lőttem. És találtam hármat valakibe. Oké, ezt a Mikoyant azt úgy nem én, de kivégezte valaki. Nem áll. Ott a Colorado azt mondjuk meghal. Én még nem tudok lőni oda. Ó, de ne is lőj, mert meg fogják ölni mindjárt. Jesus. Te, hey! Jó, mennyi az... bírja már az? És te nem tudom, hogy tenger alatt járóérra megyek. Azt jól teszed. Azért mondom, hát. Azaz. Hát én meg hátul kempelek, ahogy kell. És gépetű. Mi? Hol? Torpedó? Hagyjatok már torpedó. Itt is Strasbourg mögöttünk. Balsz. Igen. Mögöttünk. Igen. Tudom. Megpróbom gyűjteni. Jó? Mert most mit kezdek vele? Hát más nagyon nem tudsz. Semmit konkrétan. Még megpróbok mellé menni torpedózni, vagy nem tudom mit csinálni vele, tök mindegy. Az a baj. Én mit disztrójoltam? Tengeri hatjárót elkaptad, hallod? Igen. Te miért? Szanyád, picsáját. Valaki lerambolta azt a Strasbourgot. Jó. Hát én itt ki fogok fingani. Kiensejtettem. Ne! De. Na hát ez a szörnyű, ez szerintem nem fogja most sokáig bírni. Mindjárt meglátjuk, én meddig fogom bírni. Azt is látom, hogy te sem vagy túl a célos. Nem, nem vagyom. Ja. Jó, a szörnyűnek annyi szép volt. Most rá kell mennünk arra Nagatóra, azt hiszem. Várjál! Jó. Azért az így jó volt. Semmit nem tudok magam jól. Milyen nagató? Mire? Ott van egy nagató. Ott volt egy csacska hajó. Ja, látom. Aha, látod? Ott a maga 50 000 damage-ével. Pontjával. Kiküldtem rá torpit. Azt nagyon jól tetted. Hát ha. Mert hogy miért ne alapon? Nekem is range-ben van, úgyhogy én is kiküldöm rá az enyémet, hát ha. Ho-ho-ho. Ez nem range-ben van, ez közel van konkrétan. Igen. Hojojojojojojoj. Két darab non-penetration. Köszönjük szépen a közreműködést. És most fogok kifingani. Ta-ra-ta-ta-ta. És egyszerűen nem tudom megsebezni semmilyen szinten. De ez mitől van, érted? Küldtem rá a gyűjtő, na végre valára meggyulladt a szerencsétlenség. És lehet, hogy le tudom torpedózni. Nem, ki fog menni. Oh fuck. És nem, konkrétan elvittem a killt, hallod? Az gyönyörű. Azt a büdös... Tapsam! Azt. Torpedoztam, érted? És 2 torpedó ment be összesen, és most ebben az elmúlt másfél percben 23 000 damage-et lőttem bele. Bocsánat, 21-et, tök mindegy. Az igen. Nekem összesen van 25.
Egyébként a, nekem sincs, várj, előtte volt 1200, tehát azért nem vagyok messze. Jó van. Hallod? Még akár egyszer... Ott a büdös... Oh. Azért az a zara, én nem fogok annyira előre sietni most, jó? Miért? Az a zara egy lövésből kilőtt valakit, de csufúl. Milyen zara? Ott van itt zara messzeségben, az a cruiser húzza le belit, hetes szinten. Ja, hát akkor az én nem sietek tulajdonképpen annyira előre, nem érdekes tényleg. Viszont ott van egy New Mexicónk, aki hatos tír be, és őt ketten szedik meg, de neki kéne menni segíteni, nem? Vagy valami. Á, ott van, oké, ott van egy Algeri, aki a Warspite-ot lövi, és torpedózza meg hatékonyan, jó. Akkor akár el is mehetünk egy, ketten együtt arra az arára, hogyha a New Mexico is a partner ebben, és nem hal meg. Vagy én? Ó, és ki is ment. Jó. A New Mexicónk is menekül, jó, hát akkor szerintem nekem sem feltétlenül kéne állóbrével oda menni. Jó, hát sziasztok. Vigyál, hát, ha... mi az, hogy sziasztok? Én fordultam is megfele. Én nem fogok bemenni az arának a lőtávjába. Az csak egy cruiser, ne akudj. Csak hetes tírben van, én meg ötösben, tudod? Nem baj. Mondjuk mutasd az orrodat felé, és akkor nem lesz baj. Menjünk a New Mexicót támogatni. Gyere utána. Mindenféleképpen utána menjél. Hát én utána megyek, de ő is elhúzza a belét. Kikutam egy pár ilyen kis jelzésértékű torpedót. Na, messze van ahhoz. Egyébként el fogjuk vinni pontból. Persze, hogy el fogjuk. Ezért mondom, hogy én nagyon akarok itten előre menni, mert... Most én viszont igen. Meg akarom nézni. A kis légypiszoknyi életemmel. Akkor viszont megyek veled. Hát, visszük pontból, de... De hát, ha még kinyírt téged előtte mi? Hát, ha persze. Figyelj, van két killem, hát most... Wow, az tök jó. Jó, a New Mexicónak van három, hát most érted. Bármilyen szögből betalált, ez nekem annyi, ott van. 14-re. Uh-huh. Halott vagy, barátom, halott. Ki? Léci, legyen meg egy kicsi damage-em, csak egy nagyon kicsi, tényleg nem kell nekem sok. Elcsesztem. És most kapja mind az állat. Na, még egy pici bőle ment. Ezt tényleg ki fogják nyírni. Csak nem én? Megnyertük. Na jó. Igen. Látod, ettől féltél? Hát hogy kipottyant már? Jaj, és belemegyek a... Nem megyek bele. Jó. Győzelem. Pedig szép záró pillanatot volna, hallod? Hát nem, egyébként igen. 2300 XP, ez nagyon jó eddig. Eddig mennyit? Ez nagyon jó. Kinyomtam, elfelejtettem megnézni mennyi. Hát nézd meg itt részébe a standard. 10 battle best points, jaj, de ügyi vagyok. És megint újraindul az a vacak. Na már csak 6000 XP-t kell húznom, hallod? Már... Figyelted rá az XP boostot rendesen. Föltettem valamit. XP boostot. Ne a free XP-t, ship XP. A ship XP, tudom, az rajta van a max, ami van. Na jó van. Egy kőkemény 200%-os sztori. Én ezt nem értem, Wargaming, kérlek, ezt oldjátok már meg, hogy az ember csinál egy screenshotot, ne kresselje már be az ember a warships, ez annyira, annyira. Ja, megint kreseltél? Persze, ez annyira szállalmas. Akkor megvárlak. Jó, vett hát vagyok. Megnézem a dockyardot, hát ha van itt valami használható. Remélem, nem még mindig az van, de még mindig ugyanaz van, jó? Na, azért még egy csiribusszal tudok jönni. Jó, én maradok akkor az aganóval. Viszont vagy tudom, hogy akkor megnéznek. Jövök csiribusszal. Nem jövök hordozóval, teljesen felesleges. Na, azt mondja, hogy van egy egyes taszkom, 15 spotted ribbon, jó, szuper, két main battery mount, hát eddig ez nekem nem sikerült. Ja, meg kell szedni a Reddit. Arsonist achievement, mi ez az Arsonist achievement? Valami gyújtogatós dolog, az biztos, de... Hopp, back to game, nem megyünk ki.
viszont egy gyors beállítást még azért itt eszközölök, hogy a hajóról, hajót lehessen távolabbról is nézni, azt te tudod biztosan, hogy hol van. Ad? Ad? Egérgörgő. Mouse? Nem. De. Kamera. Hülye vagy. Kamera. Jó. Kamera magassága. Így beteszünk. Apply. Mindjárt megnézzük élőben, mit csinálunk vele.